Sziasztok! Végre itt van nálam ez a DJI Ronin S, ez egy képstabilizátor videósoknak. Nagyon régóta vártam, angolul több review van róla, de magyarul még senki sem csinált, úgyhogy ez az első. Éppen ezért egy részletes videóval készülök, ahol unboxing lesz, megmutatom, hogy kell összerakni, különböző szituációkba tesztelem, összehasonlítom a sima kamerával. Kezdjük el! Gondoltam, elmesélem azt, hogy miért vagyok ilyen izgatott, ezt már azon veszem fel, viszont hát dől, és nem tudok rájönni, hogy miért dől ez az egész dolog. Biztos megvan az oka, és még én nem jöttem rá, de azért nagyon izgalmas, mert ez még az egész világon alig kapható, egyszer kapható volt, és utána kifogyott, utána még egyszer kapható volt, kaptam is ilyen értesítőt, de konkrétan ilyen pár másodperc után az is az egész kifogyott. Na jó, most már ez nagyon... Most valamit csináltam, de nem a legjobb. Na, szóval, hogy ez nagyon folyamatosan out of stock volt, és most pedig van egy lehetőség, hogy meg tudtam kapni. Hát ez viszont kijön ebből, ahogy látjátok, hogy selfie botnak nagyon-nagyon nem használható. Pedig azt hittem, hogy igen. Na most pont még zárás előtt ideértem az Artworkbe, mert a Zsolt szerezték meg, és pont most jön a Zsolt! Hát ez tök jó. Szeva! Hello! Az a nagyon durva, hogy ez baromi régóta ugye nem kapható, és pont a Zsolttal találkoztunk, és beszéltünk, és mondta, hogy megkérdezi, és itt van! Ez nagyon durva! Teljesen véletlen. Rákérdeztem, hogy lehet-e egy tesztlevő példányt elkérni. Erre mondták, hogy egy van, ami nem tesztelhető, de megvehető. Kicsikét a dobozról. Eleve ez a méret nagyon jó. Konkrétan kisebb, mint a DJI-nak a felső középkategóriás drónja, a Phantom. Annál kisebb, és maga ezzel lehet így vinni. És ezt nézzétek, hogy lehet kinyitni. Ez a hang már. És itt minden új dolognál az illata. Nem tudom, ti hogy vagytok veled, de nekem mindig általában az Apple termékeknél, néhánynál annyira jó megszagolni, hogy milyen illata van, már ez nagyon-nagyon jó. Meg hát nézzük meg, hogy hogy van becsomagolva az egész. Imádom, amikor tökéletesen mindennek megvan a helye, most csak kihúzom magát a töltőt, ami az áramba belemegy, ennek is pontosan ott van a helye, egyszerűen szépen ott van, ez is már eladná magát. De amúgy itt van az ár is, mert mondhatnánk persze, hogy ez drága, mert 245 ezer forint bruttó, de ha összehasonlítjuk más olyan hasonló stabilizátorokkal, amiket mondjuk eddig a profik használtak, az akár 500 000 és 1 000 000 forint között is van, és az, amire ez képes, ez árérték arányba tényleg nagyon durva, de majd a végén úgy is el fogom mondani, hogy kinek éri meg szerintem, kinek nem, de azért itt szavazzál, hogy neked amúgy kellene ilyen, vagy legalább kipróbálnál, de most pedig rakjuk össze. Első maga ez a kis táska, vagy ezt táskának hívjuk? Ez a kis doboz. Imádom a rendszerezést, és ugye pont most volt egy videónk erről, hogy hogyan lehet mindent jól elrakni, és ebbe ahelyett, hogy valami külön kis tasakóba jött volna, gyönyörűen még ilyen elválasztóval is ott van minden, amivel kalibrálni lehet, beállítani az egész gimbal stabilizátort, ott van benne a különböző csatlakozók, és az összes olyan kábel is benne van, amivel a különböző típusú fényképezőgépekre is rá lehet rakni, nekem értelemszerűen a G5-ösről kell lenni, de Canon, Sony,
Sony, Nikon, mindenhez van itt valamilyen csatlakozó, és maga az, hogy ezt egybe ilyen rendszerbe lehet rakni, és csak magammal hozhatom, nagyon király. A következő, amiről beszéljünk, az az egésznek az alja, ez a grip, amivel tudod fogni, és már így összecsukva is, ugye ez csatlakozik rá az egészre, és amikor majd használni fogom, egy nagyon biztos, jobb kézzel való támasztás fogás ad nekem, ami már nagyon jó, de ez kinyitva egy tripodot, tehát ugye egy állványt csinál az egésznek, és hogyha amúgy más stabilizátorokkal, gimbalokkal hasonlítanánk össze, általában azoknak egy külön ilyen nagy, van amilyen tartójuk van, amire rá lehet rakni, mert alapból nem áll meg, itt meg ez így rajta van, és lehet használni, hogy lerakom így majd timelapse-ekre, hyperlapse-ekre, vagy csak hogy tároljam, óriási, és ugyanúgy majd remélhetőleg selfie-be is, ez egy jó, stabil dolog, és külön elmondom, hogy jó, hogy nem az egész fém, hanem ezen rajta van egy biztos ilyen gumis fogás, amivel ezt lehet érezni. Imádom, és hát erre csatlakozik rá maga a grip, ami maga az elem. Itt alul van egy indikátor, mutatja, hogy mennyire van feltöltve, ebbe csatlakozik felülbe maga ugye a gimbal, a stabilizátor, az a három axisos dolog. És itt alul viszont két csatlakozó van, az egyik ezt teljesen normálisan bele lehet csavarni, és itt lesz egybe, de hogyha mondjuk majd kijönnek más kiegészítők, vagy egy állványt szeretnék még bele tenni, akkor lehetne ide, és így szolgál ez az egész egyben úgy, hogy ide tudom mondjuk jobb kézzel fogni az állvány részét, rárakom így a gripre a kezemet, és majd ahogy jön fel a joystickot, pedig így tudom irányítani, vagy másik kézzel, ez baromi szuper, hogy így lehet használni az egészet, és amúgy ugye esténként, ezt Peter McKinnon mondta, fogod, előhúzod, bárki már ott van, és egy nagyon jó fegyvered is van. Nyilván csak viccelt, én is viccelek, nem arra való, ne használjátok ilyen dolgokra. És ahogy mondtam, erre fog felcsatlakozni, és az agy, amiért fizetünk, ahol a pénz van, és az egész miatt vettük meg, ez maga a gimbal, amiben van. Érdekes, hogy ezt nem lehet külön az elemet tölteni, hanem ezt ugye egybe kell csatlakoztatni, amúgy nagyon egyszerűen, van itt egy kis rész, rácsatlakozod, összezárod, és kész is, ezen van a töltő, tehát az agyon, a gimbalon keresztül tudod tölteni magát az elemet, ami amúgy 12 óráig bírja, tehát bárki egyfolytában egy nap 12 órát használja ezt a cuccot, le a kalappal neki, meg azért gondolkozzon el, hogy miért használja ilyen sokáig. Na és itt van rajta, és már most fogom így egybe elsőre, és érzem azt, hogy ez jó, ennek jó a tartása, és nyilván súlya van, tehát mondhatnánk, hogy amikor majd selfie módba fogom használni, akkor ez a legdrágább selfie mód, amit lehet venni kb. És azért nem is a legkönnyebb, tehát érezd, amikor majd látjátok azokat a gyönyörű, finom, krémes sátokat, már beszélésről nagyon jó, és tényleg rááll a kezem arra, hogy itt van a joystick, amúgy ugyanaz a kis kezelő érzékelő van a recékkel rajta, mint amit a többi DJI termék, ugye nekem Mavic Pro-n van, látunk azon, vagy a Air, vagy a Phantomon is, és így tudom kezelni, és alapból jár hozzá ez a kis focus ring. Folyamatosan frissül ugyanúgy a szoftvere, ahogy egy drónnak vagy egy telefonnak lehet frissíteni a szoftverét. Ugye ennek is egyre több kamerával és lencsével lesz kompatibilis. Tehát azt jelenti, hogy itt fogom ezt az egészet, ide tudok nyúlni, és állítom a fókuszát, azt, hogy hova fókuszáljon az egész, miközben veszem fel a felvételt. Szerencsére a GH5 és az ő lencséje, a Panasonic lencsék alapból támogatottak, úgyhogy ezt is le fogom tesztelni, és akkor így egybe vagy, erre már csak ugye rá kell rakni magát a kamerát, és kész. Még kettő dolog van, aminek utána néztem, és az egyik az az, hogy majd ahogy rá fogjuk rakni a kamerát, amiről ugye most veszünk, az nem lesz eltakarva a hátsó screenje, és az előző ilyen gimbaloknak, stabilizátoroknak hátul volt ez a része, és pont eltakarta az egész képernyőt, tehát nem tudtál rányomni, nem láttad mi az, egy külön más monitor kellett szerezned, sőt, régen, meg még mai napig is a filmekben egy ilyenekhez egy teljes csapatot használnak, most meg itt leszel te egyedül egy hadseregként, és amúgy tudod nyomkodni közben a screent, mondjuk egy fókuszváltásra, vagy bármire, ez hihetetlen találmány. És ez még nem elég, ugyanúgy, ahogy a drónokhoz, itt is van egy alkalmazás, amit le tudsz tölteni a mobilodra, iPhone-ra, Androidra, mindenhova, és be tudsz állítani minden pici dolgot. Van rajta három funkcióban, erre három előre elmentett profilt tudsz berakni, ugyanúgy, mint egyes kocsikban, ugye, hogy elektromosan úgy beálljanak az ülések. Ebben ugyanúgy ez benne, hogy éppen miket szeretnél, sportot, lassabban, gyorsabban reagáljon, van, majd megmutatom, hogy így körbe-körbe tud menni az egész. Ez mind rá lehet
rakni, meg az egyes szoftvereket frissíteni, hogy majd új lencsék, új kamerákkal is kompatibilis legyen. Ezt mind meg lehet benne csinálni. Most már eleget beszéltem, hogy menjünk ki, mutatok nektek pár shotot, összehasonlítunk dolgokat. Indulás! Kapocsban vagyunk, én most jöttem ide először, pedig rengetegszer szerettem volna megnézni. Legelőször igazából tavaly a Művészetek Völgyén, és már idén is itt vannak a Művészetek Völgyén, megnéztük, közben ugye teszteltem is a Roninest. Annyi sok érdekes téma van. Ez csak egy ilyen vlog az értékelésbe vagy a vlogba. Mondjátok el, hogy egyrésztről voltatok-e már a Káli Kapocsban, másodrésztről meg, hogy milyenek voltak ezek a bírólok, csak is a Roninessel készülve. A következő részben fogjuk letesztelni azt, hogy mi a különbség a GH5-nek a belső stabilizálása és a között, hogyha a Ronin S-t használjuk. Annak idején két fő érvem volt, amivel meggyőztem magamat, hogy a GH5-re valóban szükségem van. Az egyik az volt, hogy nagyon lassított felvételeket is tud csinálni, 180 fps-ig le tud menni, ehhez képest a Canon az 60 fps, úgyhogy ki lehet számolni, háromszor lassabban tud vinni. De most nem erről beszélünk. A másik érvem pedig az volt, hogy nem csak optikai képstabilizátora van, és nem csak az objektívekhez van egy stabilizációs dolog, hanem magán azon a szenzoron, hogyha nem értetek hozzá, annyit kell tudnotok, hogy az, ami rögzíti a képet, egy ilyen kicsike kis lapocska, azon is képzeljétek el, hogy a négy szögébe, a négy sarkába rugók vannak, és azzal is tompítja ugye a mozgást. De szerintem, amikor megnézitek azt, hogy milyen durva különbség lesz a felvételek között, amit most fogok nektek megmutatni, látjátok, hogy még így is tényleg óriási az, hogyha van a kezedben egy hasonló eszköz, mint a Ronin S. De ugye magamat nem tudom ebbe felvenni, úgyhogy valaki a segítségemre lesz. Sziasztok! Kata lesz az alanya annak, hogy mi van, hogyha csak követem, sétálunk, és így a vállát veszem, itt vagyunk amúgy a hegyestűnél, gyönyörű a táj, úgy éreztem, hogy ez pont jó alkalom arra, hogy megcsináljuk ezeket a sátokat. Utána ugyanezt meg fogjuk tolni, úgyhogy fut a Kata, és én futok utána. És megspékeljük, ugyanis Peter McKinnon is így csinálta, megfordítom a gimbalt, ugyanis lehet fejjel lefelé tartani, úgyis megnézzünk egy sétálást, és utána megnézzük azt, hogy milyen, hogyha fut. És akkor az első, nézzük meg, hogy milyen, amikor sétálunk. És a Ronin S. Jöhet a futás válnézetből. Futás Ronin. GH5 Ronin S. Perspektíva váltás GH5 séta lent. Ronin S séta lent. Jöhet a legdurvább és életszerűtlen pozíció, futás lent GH5. Ronin S, alsó pozíció, futás. Szeretném még ezt az egészet megspékelni, mert ugye az egész kérdés a nap végén az az, hogy szükségünk van egy ilyen több mint 200 000-es eszközre ahhoz, hogy nagyon stabil felvételeket kapjunk. Úgyhogy most meg fogom azt mutatni, hogy mi történik akkor, amikor a GH5-nek a simán csak kézben tartott felvételére rárakok egy utólagos stabilizálást. Ezt úgy hívják, hogy Warp Stabilizer, és nézzük meg, hogy mi történik, hogy néz ki egymás mellett a kettő, a Ronin S kontra GH5 és utólagos képstabilizálás, mert hogyha nagyjából ugyanolyan, vagy közel hasonló szintet tudunk elérni, akkor nem biztos, hogy érdemes ugye 200 000 forintot kiadni egy ilyen dologért, főleg amit macerás összerakni, és a többi most nem kezdek bele a negatívumokba, azt a végére fogom hagyni. Mm-hmm.
Érdekesség volt amúgy az egész felvételben az, hogy most állványnak a Roninest használtam, tehát igazából egy klasszikus funkciót is el tud látni, ez jó benne, de most selfieként használom, és látjátok, hogy így elmegy, nem jó, nem jól tartja magát, ezt nem tudom, hogy kéne jobban kihozni. Itt vagyok, halló! You've made this day a special day. Beszéljünk arról, hogy mi nem a Roninás. Ez nem egy kis állvány, amit csak úgy magunkkal viszünk és előkapunk, és például ilyen selfie sticknek tudunk használni. Ez nehéz, és macerás összerakni, az, hogy hol fogjam, hogy hordozzam. Tehát aki ezzel kirándulni szeretne, vagy valahova vinni, gondolját, hogy ez nem az a kis lájtosan elmegyünk valamerre romantikusan. Következő pedig a selfie mód. Tehát, hogyha valaki olyan őrült, hogy arra szeretné használni, hogy ez egy selfie stick legyen, hiszen van olyan funkciója, nehéz. Két kézzel kell tartani, és valahogy be se áll, tehát nem jó selfire. Én azt hittem, hogy jó lesz, tévedtem. De azért, ha mégis vlogolásra is szeretnénk használni, ugye tudjátok, hogy egy komolyabb mikrofont érdemes használni. Nekem is most egy VideoMic Pro, egy ilyen shotgun mikrofon van rajta a GH5-ön, ahogy most is beszélek. Ha az rajta van, akkor ahogy ez forog, egyes körökbe bele fog akadni, tehát le kell szedni folyamatosan a mikrofont. Szóval vagy akkor azt mondjuk, hogy búcsút intünk a puska mikrofonnak, és mondjuk használunk egy klipit, de akkor azt mindig utólag kell szinkronizálni. Tehát ez sem az a tipikus vlogger setup, hogy egy pozitívat is mondjak, illetve pozitív lehetne, hogy egy szabvány csatlakozót használva be lehet rakni magát a fényképezőgépet, ugyanis ez a Manfrottónak a szabványa, de valahogy mégsem kompatibilis a kettő, úgyhogy azt akarták, nem olyan lett. Beszéljünk a jó dolgokról. Király, hogy ez a tartó, amikor fogjuk a kamerát, akkor hátul van, tehát látjuk a screen, tudjuk nyomkodni és nem akad bele. Ez más gimbalokkal, stabilizátorokkal szemben egy nagyon nagy előrelépés. Az ergonómiája, a felépítése szuper. Tényleg minden ott van, ahol lennie. Ahogy irányítom és van a joystick, ahhoz is el lehet érni minden gombot, ahogy fogom. Egyszerűen jó kézbe tartani az egészet, tehát az ergonómiájára tényleg ötöst tudok adni. Plusz van hozzá egy app, ahol testre tudjuk szabni, hogy nekünk milyen profilok kellenek, könnyű az átváltás, az app is szuper, úgyhogy ez a király része a dologban. Magáról arról, hogy hogy kell ezt kalibrálni, nincsen külön videón, viszont egy IG sztoriba meg fogom osztani azt is. Végére pedig a nagy kérdés, vegyünk-e Roninest? Egy ilyen kiterjedő összehasonlítás szerintem betekintést nyerhet abba, hogy mi az, ami jó, mi az, ami rossz, és arra, hogy neked a fotózásban, videózásban, vlogolásban, bármiben mire van szükséged, ez köztük van-e, vagy sem. Ha egy igazi profinak tartod magad, komolyan veszed, amit csinálsz, és hiszel abba, hogy az eszközeid által még durvább megbízásokat kaphatsz, szebbet tudsz csinálni, és visszakeresed néhány ilyen melóval ennek az árát, akkor nem is kérdés. Ma a piacon ez az árérték arányban, kezelhetőségben a legjobb választás szerintem. Amennyire én betekintettem, de azért itt zárójelben megjegyzem, hogy én nem ebből élek, egy teljesen hobbi amatőr véleményt hallotok itt. Maradjunk egy pillanatra még a profiknál. Ha profi vagy, viszont nagyon fontos a gyors reakcióidő, hogy kis helyekre tudj fotózni, olyan változások, akkor lehet, hogy ez túl nagy hozzá, és nem úgy reagál, ahogy kellene. És hogyha le tudsz mondani az ilyen szintű stabilitásról, vagy nem ez, ami a te profilod, akkor nem kell. És pont itt érhetünk át abba a kategóriába, amiben én is esem. Vlogolok, de nem ebből élek. Viszont mégis van drónom, egyre jobb fényképezőgépem, eszközeim. Talán belefér ez, hogy ez is közéjük kerüljön, de akkor már tényleg kéne egy külön hátitáska, és még nem döntöttem el, úgyhogy itt mondjátok el a véleményeteket. Szerintetek kell egy gimbal egy sima vloggernek, vagy nem? Ha pedig ez csak egy játék, ahogy mondjuk sokan drónokat vesznek játékból, vagy vesznek egy fényképezőgépet, akkor nem biztos, hogy ez kell neked. Az utolsó részt, ez pedig iPhone-nal veszem fel egy 7-essel, mert nem a technika számít.
egészen addig, amíg nem érzed azt, hogy valamire annyira szükséged van, hogy egyfolytában eszembe jut, hogy ez kellene, milyen jó, hogy tudnám használni, és miért nincs itt velem az eszköz, addig ne vedd meg. Fájjon. Tényleg fájjon, hogy nem tudom elfelejteni, hogy igen, egy ilyenre szükségem van. A drónnal így voltam, ezzel még nem tartok így. Ha a kérdés nálad pedig a stabilizálás, és hogy lehet ilyen nagyon szép krémes vágóképeket megcsinálni, erre fogok csinálni egy külön videót, ahol meg fogom mutatni pontosan azt, hogy milyen más trükkök vannak annélkül, hogy egy ilyen drága és nehéz eszközt használnál, hogy nagyon kifinomult, szép, egyenletes és stabilizált vágóképeid legyenek. Tényleg hosszú ez a videó, én ezzel elköszönnék tőletek, hogyha végignéztétek, köszönöm szépen! Írjatok, komment, like, osszátok meg, vélemény, trükkök, mi az, amit még szeretnétek látni. És ha most találkoztunk először, kérlek ne felejtsetek el feliratkozni, így a következőben is látjuk egymást. Sziasztok!